Hagyományosan a vízkereszttel búcsúzunk az otthonunkat ékesítő karácsonyfáktól. A díszektől mentes fenyőfát január 11-től kezdik begyűjteni az NHS Vértes vidéke hulladékgazdálkodási non-profit Kft. Dolgozói. A közszolgáltató a fenyőfákat két alkalommal fogja elszállítani januárban, január 11-től 13-ig, illetve január 18-tól 20-ig. Kérjük a lakosokat, hogy a szállítás napján reggel 6 óráig helyezzék ki a fenyőket a közterületre. A társasházi övezetben a hulladékgyűjtő edény mellé tudják a fenyőfákat elhelyezni. Fontos, hogy a fenyők diszektől mentesek legyenek, mert a újrahasznosításra kerülnek. A szelektív hulladékgyűjtés tekintetében nincsen változás, továbbra is a sárga zsákokban gyűjthető a műanyag, a papír és a fém csomagolási hulladék. A zöld hulladék gyűjtés április hónapban kezdődik, és havonta fogják elszállítani a kihelyezett zöld hulladékokat. Annyi változás van 2022 évben, hogy a szerves hulladékokat, kerti hulladékokat már nem lehet égetni. Ez egy országos korlátozás, és tavaszi és őszi időszakban korábban engedélyezett volt, de 2022-től már nem lehet a légszennyező anyagok visszaszorítása érdekében. A fenyőfa elszállítás, illetve a szelektív hulladék gyűjtési időpontok további menetrendje megtalálható Komáromváros honlapján, hivatalos Facebook oldalán, valamint a www.zöldkomárom.hu oldalon.